kiugróan magas forgalmat regisztráltak a magyarországi lakáspiacon 2016. februárjában. Az idei év második hónapja több mint 10%-kal erősebb forgalmat hozott az előző év azonos időszakához képest, derült ki az egyik legnagyobb ingatlan közvetítő cég összegzéséből. Bocákné Radvánszky Erzsébet, az egyik nyíregyházi ingatlan iroda vezetője televíziónknak elmondta, a következő hónapokban a magas forgalom felmaradására számítanak a megyében is. A tavalyi évhez képest a január és a február, tehát ezében tehát teljesen kimagasló volt. Én legutóbb 2003-4-ben tapasztaltam ilyen tendenciát, amikor a köztisztviselőhitel volt, tehát akkor volt ilyen kimagaslóan sok vevő a piacon, ami most január-februárban érzékelhető volt. Én úgy gondolom, hogy ez az ingatlan tendencia köszönhető annak, hogy a csok támogatás változott, tehát ezek a családok tovább szeretnének lépni, igénybe szeretnék venni ezeket a támogatási formákat, illetve köszönhető annak, hogy a betéti kamatok lényegesen alacsonyabbak, és az emberek ingatlanba fektetik be, mert nagyobb hozam érhető el. Az idei év első két hónapja országos tekintetben 5%-os többletet mutat a tavalyi forgalomhoz képest, az eladói oldal bővülésével együtt pedig szokatlan áremelkedés is tapasztalható, mondta Radvánszky Erzsébet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kínálati piac helyzetéről. Azt tapasztaljuk, hogy az ingatlan árak emelkedtek, sokszor már olyan szinten, hogy még mi is meglepődünk ezen. Én azt tapasztalom, hogy a tavaly ilyenkori árhoz képest, tehát egy olyan 15-20%-kal emelkedtek az árak. A cégvezető elmondta, az árakú mértéke jelentősen csökkent az utóbbi időkben. Az eladók a végső árhoz közelebb határozzák meg az ingatlanok irányárát, a vevők pedig ehhez képest kevesebbet alkudoznak, mint a korábbi években.